Rasztina, vagyis Haraszti, mindössze 400 lelket számláló település Nyugat-Bácskában, a magyarországi Bács-Szent-Györggyel szomszédos. A falu temetőjétől határút vezet ki a dupla magyar határkerítésig, ez mindössze 100-200 méterre van a falu központjától, és általában itt próbálnak meg az éleple alatt kisebb, néha nagyobb csoportokban illegálisan átlépni Magyarország területére a migránsok. Az ombori befogadóközpontból jönnek taxival, és a legnagyobb gond, hogy sok szemetet hagynak maguk után a Parányi faluban, főleg a temetőben. Napközben csak egy-néhány migránssal lehet találkozni Harasztin, de van, amikor többen vannak. Dvoje, troje do petero, rétko kad da budu veče grupe po... Hónapokig nem láttak a faluban illegális bevándorlókat, most megint itt vannak, mondják harasztiak. Két pakisztáni migráns éppen a bolt mellett pihent. Ők két hónapja rekedtek Szerbiában, meg vannak itt elégedve. Why not stay in Serbia? I stay in Serbia, but Serbia is very good, but here I no have a job. I want to go to Germany. Where do you want to go? In Germany? Yes. Yeah. Why? Germany is better, is everything is good. What's your plan? Is go there, is job and everything is okay, good. Yeah, that. Where is your family? Family in Pakistan. Balatinác István, a magyarországi Hercegszántóról minden nap átkerékpározik a nyugat-bácskai Béregre. Ő is egyre több migránssal találkozik a vajdasági határmenti faluban, sok rokona él Béregen. Egész éjjel dáridóztak. Telefonálgottak, mint nem bírtak aludni, meg mit tudom, ilyen problémák voltak. Problémák vannak velük? Hát mikor azért nem lehet aludni éjjel, meg mit tudom, ugye szanaszét hagynak mindent, amit szemetet, mindent összeköszedni, meg mit tudom, úgyhogy vannak ilyen problémák velük bőve. Azt mondja, a Hercegszántón valamelyik nap 36 migránst fogtak el, akik átvágták a kerítést és úgy jutottak át. Lukics Gyula, béregi asszony azt mondja, nem mernek a Ferenc csatorna menti hétvégi házaikba menni az emberek, félnek a migránsoktól. Svakim danom taksisti iz Sombora tu, evo kod nas, ispred kuće, po 10 istovaraju, oni imaju verovatno ove mobilne telefone, gde imaju mape, ne idu niko preko granice, nego idu vamo na Bajski kanal, tu nema žice. Vagy a közeli erdőbe mennek és átvágják a drótkerítést, közben feltörik a hétvégi házakat, a szoba közepén főznek, és oda is piszkítanak. Panaszkodik a béregi asszony. A csónakjukat is ellopták. A Béreg-Hercegszántó határátkelőhely közvetlen közelében a mögöttem látható töltés vezet el a régi Ferenc csatornáig, amelynek vize meglehetősen mély. Az illegális bevándorlók többsége azonban mégis bevállalja, hogy úszva próbálja meg elérni a magyar határt. A helyiek elmondása szerint tegnap előtt 3 tetemet húzott ki a rendőrség, ugyanis ők belefulladtak a vízbe, nem sikerült nekik elérniük a magyar határszakaszt.